Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják, Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. Rallyt rendeztek, ikonikus oldtimer autók a Völgységben. Kikerülni a hosszú procedúrákat, önköltségből újítja fel a kápolnát a závadi polgármester. Együttműködés, irodát nyitott a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Bonyhádon. Kakasd, 27 gyermek jelentkezett a táborba. Első historic regularity rallyt rendeztek a Völgységben. A résztvevők ikonikus oldtimer autóikkal teljesítették a távokat. Ez esetben nem a szágoldozásé és a sebességé volt a főszerep, hiszen ez a versenytípus eltér a hagyományostól. Oldtimer autók motorjai zúgtak fel az első Völgység Historic Regularity Rally Bonyhádi rajtjánál. Ebben a versenyágban 30 év idősebb autók vesznek részt. Itt nem a gyorsaság a fontos, tehát A-ból B-ben nem minél gyorsabban kell odaérni, hanem a speciális szakaszokon, úgymond ott mérési pontokon megadunk egy speciális átlagsebességet az itiner szerint, és azt nekik végig kell tartani, ha 10 km-en keresztül 25 km per órát adunk meg, akkor 25-tel kell végig menni, ha 45-t, akkor 45-tel, és itt az jön a nehézségbe, hogyha ha utolér a versenyző egy lassú járművet, egy traktort, és bekésik, a navigátornak folyamatosan kell tudnia, hogy jelen pillanatban hol van, és az itiner szerint hol kell legyen. Bonyhátról rajtoltunk el. Az első időellenző pont az hosszú hetén Kivestetőn volt, teljesítettek több mint 67 kilométert a versenyzők, érintették Komló belvárosát, Pécsen keresztül mentek, és úgy érkeztek meg Kövestetőre. Kövestetőn 25 percet eltöltöttek, ott elfogyasztottak egy frissítőt, egy kávét, Ostóba elmentek, utána a következő elrajtoltak 25 perc után, a következő megálló Vásárosdombon volt, ott megemélyedett mindenki. 13-tól rajtolt az első versenyautó, következő megálló az Lengyelen volt az Abonyi kastélyban. Ott szintén egy 25 percet eltöltöttek, majd Zombán egy falunappal összekötött pihenő volt a versenyzőknek, és utána érkeztek Szedresre, ott szintén egy 25 percet eltöltöttek, és a cél az Bonyhád volt. Ma reggel 9.30-kor szintén elrajtolt a mezőny, Pécsen keresztül az elkerülő felmentek az Orfői Szerpentines pályán, és Magyar Hertelenden volt az időellenző pontjuk, ott szintén eltöltöttek, 25 percet pihentek, és akkor Magyar Egregyen keresztül visszajöttek Bonyhádra. A versenyautókat évjárat alapján sorolták be. Van négy kategória évjárathoz, illetve akik nem tartoznak be ebbe a négy kategóriába, tehát 94-nél fiatalabb versenyautóval vesznek részt, azok kapnak egy modern kategóriába indulhattak, illetve akik 2000 fölötti évjárattal indultak, azok meg, tehát modern klub az előző elnézést, akik meg 2000 fölött, az meg modern kategóriában vesztek részt a versenyen. A rallyra érkeztek többek között Audival, Mercedes-szel, Porsche-val, Toyota-val és Ladával is. Úgy érzem, hogy jól sikerült, vannak dolgok, amin finomítani kell, természetesen az első verseny az nem hibátlan. Ezt a jövő következő versenyre szeretnénk kijavítani, tudjuk, hogy mit hibáztunk, és azt jövőbe orvosolni szeretnénk. A Bonyhádi Önkormányzat 500 000 forinttal támogatja a rendező egyesületet. Úgy gondolom, hogy nagy megtiszteltetés bonyhádiaknak is az, hogy idén először, a 2016-os kezdetek óta először rendezőként veszünk részt ezen a versenyen. Ez számomra nagyon szimpatikus ez a verseny. Távol áll a Forma 1-nek a benzingőzétől. Itt egész más szabályok szerint versenyeznek a versenyzők. Ráadásul gyönyörű autókkal, gyönyörű oldtimer autókkal. Itt a szabályozottságon van a hangsúly, az, hogy minél szabályosabban tegye meg a versenyző a távot. Nagyon örülök neki, hogy a Völgység, a mi kis szűkebb pátriánk is lehetőséget kapott erre. A városunk
mint ahogy az összes civil szervezetet, illetve sportegyesületet, a Völcségi Regularity Rally Egyesületet is támogatja 500 ezer forinttal az idei esztendőben. Az egyik veres egyházáról érkezett páros pozitív tapasztalatokról számolt be. Nagyon élvezték a versenyt. Egy ideje már járunk ilyen versenyekre, ez a Bonyhádi most az első alkalom volt, és az első alkalom volt, hogy a feleségem volt a navigátor, úgyhogy ez egy új próbálkozás volt nálunk is. Mi a C kategóriában indultunk, és hát a navigálás legjobb része az, hogy eltaláljuk a kezdetektől a célig, és jól irányítsuk a sofőt. A szervezők megköszönték a támogatók segítségét is. Önköltségből újítana fel a Závod külterületi határán található romos állapotú kápolnát László Attila, a község polgármestere. A település vezető pénzügyi hozzájárulást nem kér, az önzetlen kétkezi segítséget elfogadja. Itt készülne ugye az állványzat egy rászorított állványcsövekből, egy repnis megoldással. Nem ez az első alkalom, hogy Závodon felmerült a község külterületi határán található kápolnának a felújítása. 2016-ban ez a terv meghiúsult. Itt egy több lépcsős előkészítést igényelt a felújításnak a tervezési fázisa is, hiszen engedélyek beszerzése, a tulajdonosi viszonyok tisztázása, a területi viszonyok tisztázása volt első körben az első leges kihívás, és gyakorlatilag ott megakadt nem került további fázisba már a megvalósítás, hiszen olyan akadályokba ütköztünk, ahol nem tudtuk ezeket a viszonyokat tisztázni, rendezni, és igazság szerint akkor a kegyelemdöfést gyakorlatilag az egyik résztvevőnek a hozzájárulási szándéka, illetve nemleges szándéka gyakorlatilag meghiúsította az akkori elképzelést. Ugye közút területén helyezkedik a kápolna el, Závod külterületi határán, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kinek a tulajdonában van, és kinek a területén helyezkedik el. Egyetlen egy fontos szempont van, hogy ez a kápolna életében az elmúlt 8 éves időszak az kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ezt törvényileg, szabályszerűen tudjuk rendezni és megkezdeni a felújítást. Ezért a polgármester most magánszemélyként önköltségből tervezi felújítani a rossz állapotú épületet. Nekiállok, és mindenféle sallangot elhagyva, tervezési költséget, kiméretési költséget, műszaki ellenőri díjakat elhagyva neki fogok, és gyakorlatilag 4 célt tűztem ki, abból kifolyólag, hogy egyrészt tudjon az épület megújulni, megmaradni. Ugye látszik, hogy nagyon rossz állapotban van, a felső téglasorok már kimozdultak a helyéről, a tető is hiányos, a cseréfedés is már megrongálódott. Tehát elsődlegesen az lenne a szempont, hogy magát az épületet tudjam helyreállítani, és azon túl szeretném a körülötte lévő területet is rendbe tenni, egy ilyen szölöpös terület stabilizálással megóvni, megvédeni a termőföldet, illetve vissza depózni a földet köréje. Egy nagyon fontos szempont lenne az is, hogy megközelíthető legyen biztonságosan a kápolna, hiszen körülötte a föld már annyira elkopott, eltűnt, hogy gyakorlatilag már a megközelítése is nehézkes és veszélyes. Ez is egy szempont lenne. Nagyon fontos lenne a gázjelzőknek a hát ha nem is eltávolítása, de valami esztetikusabbá tétele. László Attila abban bízik, hogy a kezdeményezésében társakra is talál, pénzügyi támogatást azonban nem kér. Anyagi vonzata, ami fölmerül, én azt a költséget azt természetesen vállalom és finanszírozom, de ez mellett, ha valaki úgy gondolja, hogy ebben részt szeretne venni, akár kétkezi munkával, akár anyag hozzájárulással, azt természetesen azt szívesen fogadom. Az látszik ugye, hogy a dombozati viszonyok azért nehézségre adnak okot, hiszen ide egy speciális állványt kell építeni, ami gyakorlatilag a épület tömeghez kapcsolódik, és onnan lehet majd biztonságosan megkezdeni a felújítást. Most első körben ugye a
környező területnek a kialakítása, rendezése fog elkezdődni, és amint olyan időjárási viszonyok vannak, hogy megkezdődhet a vakolatnak a eltávolítása, illetve az újra vakolása, ugye tudjuk azt, hogy a vakolat azt a nagy hőséget azt nem jól viseli, illetve hát sokkal több odafigyelést igényel, de ha olyan időszak, olyan időjárási körülmény adódik, akkor abba is minél előbb szeretnék belevágni. Az a célom, hogy az ősz folyamán teljesen be tudjon fejeződni a megvalósítása. Bonyhádon nyitott ügyfélszolgálati irodát a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet célja, hogy az ügyintézést kényelmesebbé tegye a nem szexárdi vállalkozók számára. Napjainkban az elektronikus ügyintézés megkerülhetetlen. Mindenki számára fontos a kényelem és a gyorsaság is. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ennek érdekében nyit irodákat több vármegyei helyszínen, ennek első állomása Bonyhád. Sikerült polgármester asszonnyal megbeszélnünk, és a bonyhádi önkormányzatnak az óriási segítsége az, hogy kaphattunk itt egy irodát, ahol igény szerint egyelőre minden hónap első kedjén, de igény szerint lehetőleg heti rendszerességgel szeretnénk a kamarai szolgáltatásokat nyújtani. Ennek az a lényege, hogy ahogy a polgármester asszony is fogalmazott, Bonyhád egy járásközpont, nyilván nem csak a bonyhádi, hanem a Bonyhád környéki vállalkozásokat is érinti, és az a lényege, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket eddig Szexárdon tudtak igénybe venni, az Bonyhádon is igényelhessék a vállalkozások. A Bonyhád az mindig egy ilyen pilot program, azt el szoktam mondani, mert az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat, illetve én magam is bonyhádi vagyok, és elég gyorsan tudjuk tesztelni ezeket a dolgokat, és kellő rugalmasságot kapunk a partnerektől is, de Tamásiban, Dombováron és Pakson, ezen a három helyszínen mindenképpen gondolkodunk azon, nyilván a bonyhádi tapasztalatokat figyelembe véve, hogy hasonló ügyfélszolgálati irodát nyissunk. A kamara az elmúlt időszakban is tartott Szexárdon kívüli rendezvényeket. Folyamatosan ezt máshol is egyébként csináljuk, Tamásiban, Dombováron, tehát ugyanazokon a helyszíneken, amik kvázi járásközpontok és nincsenek könnyen elérhető távolságra Szexártól. Ezekben a településekben nyilvánvalóan továbbra is hasonló rendezvényeket szervezünk, tehát a tájékoztatást megállapodtunk a NAV-val, hogy a hatósági változásokról, a jogszabályváltozásokról szintén tájékoztatjuk a vállalkozásokat, szintén vidéken, és az ügyfélszolgálati irodákhoz gyakorlatilag ezeknek az információknak a napi apró pénzre váltását jelentik. Tehát látszott az, hogy van igény ezekre az információkra, és az nagyon fontos volt, hogy ezekhez a vállalkozásokhoz kimenjünk helyszínre, tehát én tudom vállalkozóként, hogy ha Bonyhádról nekem nem egy rendteltesen nagy probléma, de ha Dombováról be akarok menni Szexárdra valamilyen ügyet elintézni, akkor egy óra az út oda, elintézem az ügyet, egy óra vissza, tehát nagyjából a délelőttem elmegy egy ilyen ügyintézése. Ezeken szeretnénk mi segíteni, hogy a versenyképesség azzal javuljon, hogy a fölösleges időveszteséget tudjuk megszüntetni. A vidéki vállalkozóknak az új irodákkal tehát a jövőben sokkal könnyebbé válhat az ügyintézés. Nagyon örülünk annak, hogy a Tolna vármegyei Iparkamara itt Bonyhádon létesített elsőként az ügyfélszolgálatoknál egy olyan szolgáltatási lehetőséget a vállalkozásoknak, amely egyedülálló még egyelőre a megyében, hiszen ezentúl nem kell Szexárdra beutaznia azoknak a vállalkozásoknak, akik szeretnének ügyeket intézni. Ugye nagyon sok mindennel foglalkozik az iparkamara, többek között a vállalkozásoknak pályázati lehetőségekkel, Széchenyi kártyát és sok mindent sorolhatnánk. Talán nem csak a bonyhádi vállalkozásokat, hanem a térség valamennyi településének a vállalkozóit segítettük ezzel a lehetőséggel, hogy itt az ügyfélszolgálatok helységében a mezőföldvíz és a Délkom mellett most már a Tolna vármegyei Iparkamara is helyet kapott. 27 gyerek jelentkezett a Német Kisebbségi Egyesülettel és Kakasd településsel közösen szervezett táborba. Az idei alkalom már a negyedik, hogy a diákok egy hetet tartalmas és izgalmas programokkal fűszerezve töltenek el együtt. A völcség lankái között megbúvó 1700 lelkes településen az ide látogató úgy érezheti, mintha megállt volna az idő. Kakasd gazdag természeti adottságai mellett kulturális és történelmi múltja is igazán sokszínű. Ez az a hely, ahol az ember szívesen tölt időt a falu határában, és csodálja a dunántúli dombságot, ameddig a szem ellát. Ebben a tájban találkoztunk össze a táborozó kicsikkel és nagyokkal. Anyukám csinálja ezt a tábort, és én igazából csak így segítőnek vagyok itt. 4 éves kortól vannak a gyerekek, 4 és 10 év között.
hogyha elfáradnak a picik, akkor mindig a könyvtárba mehetnek be, és ott van ilyen könyvtármozi nekik, meg hogyha pedig a faluházba szeretnének maradni, ott tudnak karkötőt fonni, színezni, akkor csináltunk fababákat, pólót is batikoltunk. Hát igen, igazából ennyi, meg csináltunk ilyen pontgyűjtő füzeteket a kicsiknek, és lehet ilyen pontokat szerezni, hogyha te részt vettél egy ilyen műsoron, vagy foglalkozáson, akkor te kaphatsz egy pontot, és holnap a kirándulós napunk lesz, az utolsó nap, mert ugye hétfőtől vagyunk, és akkor lesznek kiosztva az érmek. Nekem igazából a batikolás tetszett, mert én már régen is csináltam, és a karkötőfonás is nagyon tetszett. Az volt, hogy a kicsik, hogyha bármi volt, mindig megkérdezték, hogy azt hogy kell, és nagyon aranyosak a picik is, mert mindig jönnek utánunk, és kérdezik, hogy mit csináljanak, úgyhogy nagyon aranyosak. Több táborba is megyek, ugye én szártornázok, úgyhogy a Ninával, a királyság, az unokatestvérem is, ugye ebéd után mindig kimegyünk, ugye a Székelyháznál ebédelünk, és utána ott az udvaron szoktunk tornázni. A Vidám Társaság ezen a délutánon a Kakasdi Kálváriára tervezett kirándulást. Nagyon jó a távol, itt van még a unokatestvérem is, és a testvérem is, és vigyázz rám, és mi azért nem a legjobb a távol, mert szereztem egy sebet is. 4 éve kezdődött ez a táboroztatás. Először csak a könyvtárnak a keretében, illetve a könyvtár színeiben táboroztattunk az akkori kollégámmal néhány 10-12 kis diákkal, de aztán a következő évre kinőtte ez magát, mert nagyon gyorsan igény jelentkezett a szülők részéről, hogy valami megoldást találjanak ugye a hosszú nyári szünetbe is, hogy hogyan tudnák a gyerekeket elhelyezni. A Német Kisebbségi Egyesülettől pedig kaptam egy megkeresést, hogy mi lenne, hogyha közösen rendeznénk meg ezt a tábort. Ő nekik van hozzá pályázati forrás, minden évben pályáznak erre, és akkor így sikerül színesebbé tenni a programot, így sikerül étkezést biztosítani a gyerekek részét, a napi 3-szori étkezést kapnak, és minden évben ugyanúgy pénteki napon még egy buszos kirándulásra is mindig más helyszínre el tudjuk vinni a gyerekeket. Szerintem ez a tábor nagyon szuper, és tényleg én nagyon élvezem. Tavaly előtt is voltam ebben a táborban, és mai napon nekem a könyvtár mozi tetszett a legjobban. Szerintem ez a tábor nagyon jó. Jó foglalkozások vannak, kézműveskedünk. Szerintem nagyon jó ez a tábor. Én a mai délőttöt nagyon éveztem, mert először úgy volt, hogy mindenkit megvártunk, akkor uzsonnáztunk, és hát utána kellett ilyen rovarhotelt csinálni mindenkinek, és mikor azzal végeztünk, akkor átmentünk, és a könyvtárba könyvtármoziztunk. Hát az ebéd is jó volt, meg ebéd után egy kicsit szórakoztunk. Kedves nézőink, Önök a Tolnatáj Televízió Völcsegi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!